A festői környezetben elhelyezkedő magyarországi Szilvásváradon került megrendezésre 2018. júniusában a budapesti Sztélo Gábor Evangélikus Iskola és a Szepsiben működő Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola Központ nyári tábora. Az intézmények közös Európai Uniós tehetséggondozó pályázatának köszönhetően a diákok élményekben gazdag napokat tölthettek együtt a Szalajka völgyében. A projekt az a Szlovákia-Magyarország Interreg 5 távprogramból került finanszírozásra, körülbelül 140 ezer eurós a projektünk költségvetése, és a fő célkitűzése az a tehetségfejlesztés módszertanának összehangolása, illetve új módszertanok kidolgozása a két iskolában. Több pillére is van, ugye egyrészt építünk a tanároknak a fejlesztésére, a másik oldalon viszont a diákokkal való munkával is foglalkozunk. Tanároknak tréningeket, tehát tehetségfejlesztéssel foglalkozó tréningeket, illetve workshopokat tartunk, amelyeknek a fő fókuszában a megoldás fókuszú megközelítés áll. A diákoknak pedig tehetségfejlesztő szakköröket indít a két iskola, illetve egy két közös tábort is megrendezünk a projekt keretén belül, az egyik egy nyári tábor, a másik pedig egy téli sporttábor. Nagyon összeszokott a két iskola, látszik, hogy már nem először dolgoznak együtt. Ugye korábban is volt már egy ilyen testvériskolai együttműködés. Azt gondolom, hogy mindkét oldalról érezhető az elköteleződés, mind az intézményvezetők, mind pedig a pedagógusok részéről, és a szakmai támogatás, illetve az adminisztratív támogatás is nagyon, nagyon erős mindkét oldalról. Tehát nagyon könnyű a projektet menedzselni, az adminisztratívokat, a jelentéseket elkészíteni. Tehát látszik, hogy itt szívből jön ez a projekt mindkét oldalról. Az oktatási rendszerben nagyon sok tehetségprogram megjelenik, főleg az utóbbi években ez egy kiemelt témának számít, viszont azzal szembesülünk, hogy a pedagógusoknak további eszközökre, módszerekre van ahhoz szükségük, hogy felismerjék a tehetséges diákokat, illetve olyan programokat állítsanak össze nekik, amiben ezek a tehetségek igazán kirajzolódhatnak, felszínre kerülhetnek. Ezért nagyon fontos tématerület a tehetségazonosítás, és az ehhez kapcsolódó, akár az osztálytermi áttekintő szűréseknek az elkészítése az iskolákban. Ehhez illeszkedően pedig maguknak a szakköröknek a vezetése, a tehetségmenedzsmentnek azok a módszerei, amelyeket szeretnénk, hogyha erősebben megjelennének a pedagógusok mindennapi munkájában. Ehhez olyan módszertant választottunk, ami a megoldás fókuszú megközelítést tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy a diákoknak az erősségeiből indulunk ki, az ő szükségleteikre építünk, olyan megoldásokat keresünk az ő élethelyzetükre, amelyet ők maguk hoznak be, és amivel ők tudnak dolgozni. Sok tehetségterület van, megjelenik a matematikai, a nyelvi, a művészeti, a sport területe például. De emellett a tantárgyakhoz kapcsoláson túl nagyon fontos, hogy motiváltak legyenek ezek a diákok, és a mindennapi életükben jól elhelyezhetőek legyenek ezek a területek. Azt gondolom, hogy az két iskolának a hozzáállása, és az a fajta attitűd, ahogy viszonyulnak a tehetséges diákok iránt, és a téma iránt, azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb, vagy így az alapja annak, hogy ez a projekt igazán sikeres legyen, hogy van egy nagyon pozitív elkötelezés, hogy valami történjen ezzel a területtel, és a pedagógusok elérjenek egy magasabb tudásszintet, de ennek mindenféleképpen az az első lépés, hogy ők maguk motiváltá váljanak. Hogyha a tanárok motiváltak, akkor ez olyan modellt nyújt a diákok számára, hogy ők is motiváltak lesznek, és fognak foglalkozni ezzel a területtel. Azon túl, hogy két magyar iskoláról van szó, két közép-európai iskoláról van szó, és közösen veszünk részt ebben a programban, nagyon fontos, hogy összeköt minket az is, hogy két keresztény iskola programja ez, kapcsolata ez, tehát azonosak a szellemi, lelki alapok, és erre szeretnénk építkezni. És amikor egy ilyen tábornak a programját megtervezzük, egy ilyen alkotó táborban részt veszünk, akkor nem egyszerűen arról van szó, hogy jól érezzük magunkat együtt, kikapcsolódunk, hanem ott éreztem a szervezőkben is a vágyat, és a tervet arra, hogy legyen itt egy olyan gondolat a háttérben, ami kibomlik, ami megalapozza ezt az egész. Hát itt választottuk a vizet témájául ennek a hétnek,
itt a Szalajka völgyben ez különösen is szépen megjelenik, és illusztrációk sora van itt jelen, és a víz a Bibliának az első lapját, az utolsó lapjáig nagyon fontos szerepet kap. A víz, ami az Isten élő szavának a megjelenítője, és aminélkül nincs élet. És amikor egy ilyen tábort szervezünk, amikor a gyerekeket elhozzuk egy ilyen helyre, ahol az életről szeretnénk tanítani őket, ahol szeretnénk a közelebb kerülnének az élet kérdéseihez, és ez az önkifejezésükben is sokféleképpen megjelenne, azt gondolom, hogy ennek a mélységeit is szeretnénk kutatni ennek a témának. Nagyon jó szó a tehetség szó, de én még jobban szeretem az adottság szót, ami ennek a szinonimája, és amiben benne van az, hogy ez nem magamtól van, hanem valaki adta nekem a tehetségemet, az adottságomat. És nagy kérdés az, hogy gazdálkodom vele, hogy a Bibliában szoktuk, hogy a bibliai terminológiában a sáfárság kifejezést használni, ez ma már nem nagyon divatos, tehát talán a templomokon kívül nem is értjük, hogy ez a jó gazdálkodást jelenti. Hogy bontom ki a tehetségemet, hogy használom föl mindazokat a javakat, lehetőségeket, amik adódnak számomra az életben. Külső és belső lehetőségek is lehetnek ezek. Szoktuk ugye a talentum kifejezést is használni. Ez is erre utal, nem egyszerűen materiális értékekre, hanem belső értékekre és külső lehetőségekre. Amikor az adottságról beszélek, akkor tudom, hogy ezt valakitől kaptam. Keresztény emberként úgy hiszem, hogy Isten van ezeknek a hátterében, egy ilyen isteni passzívum van itt ebben a szóban, és hogy azért adta ezeket nekem, vagy bármelyikünknek, a diákjainknak, hogy ezeket használjuk, hogy ezeket az ő tervének betöltésére használjuk. Tehát amikor egy ilyen táborban együtt vagyunk, akkor nem egyszerűen önmagáért akarjuk kibontakoztatni a tehetségeket, hanem azt szeretnénk munkálni, hogy ezek a tehetségek úgy haladjanak előre, úgy nyiladozzanak, bomoljanak ki, hogy közben az Isten tervébe illeszkedjenek. Mert a Biblia a tanítás és a hitünk alapján akkor lesz teljessé egy ember élete, akkor teljesedik ki egy ember élete, hogyha ezt az utat találja meg. A két iskola lelkiségében, vagy lelkiségének hátterében, az ember szemléletében azt gondolom, hogy ennek központi szerepe van, hogy kitágítani a fókusz, hogy ne egyszerűen csak arra nézzünk, ami itt meghatároz minket anyagiakban, materiálisan, mi az, amit meg akarunk szerezni, vagy meg kell szereznünk ahhoz, hogy jobban éljünk, jól éljünk, boldogabbak legyünk, hanem hogy ennek is mélysége van, és hogy a kiteljesedéshez ezek hozzátartoznak, a helyünkre kerüljünk. A rendszeres napi alkotás mellett jutott idő a környék megtekintésére is. A résztvevő tanulók tehetségük felfedezése és kibontakozása mellett sok új barátot szereztek. Életre szóló emlékekkel térhettek haza. Nagyon jó itt néhány napot együtt tölteni, csak erre koncentrálni. Hát én azt gondolom, hogy azok a tehetségterületek, amikről sokat beszélünk, meg sokat foglalkozunk vele, az egy ilyen táborban abszolút kézzelfogható, tapintható, megvalósítható területek. Tehát itt a gyerek ki tudja próbálni magát, ismerkedik, próbálgatja a szárnyait. Tehát minden lehetősége adott arra, hogy felfedezze talán a magában rejlő egyéb olyan területeket is, amivel még előtte nem találkozott. Hogy ebben is tehetséges lehet, és ki tud teljesedni. Én eddig nagyon szuperül érzem magamat. Én eddig soha nem sieltem, most eljöttem ide, meg hát végül csak messze szerencsétlenkedtem, hogy tudjak síelni, és nagyon szuper érzés. Milyen a tábor? Nagyon jó. Jól érzem magam. Remek a társaság, jó a pálya, bordra is, meg síre is, és minden remek. Jók a tanárok, jók a kaják, úgyhogy minden oké. És nekem is az első tehetség van ez a táboron. Én hétfőn tanultam meg síelni, és tegnap már csúsztam a piros kanyán is, úgyhogy szerintem jó volt az oktatás. Nagyon. Amúgy nagyon örülök, hogy így több részre lett osztva az emberek, mert így sokkal gyorsabban tudunk haladni, meg a tanulás is jobban megy.
Ti kipróbáltátok a hókorcsolyát is. Milyen élmény volt? Nagyon izgalmas volt. Elsőre fura volt, mert a síréccel ellentétben itt hátra kell dönni, nem előre. Egy gyalvul, és a harcsóidig kell menni. Jó. Elég, egész gyorsan bele lehet jönni. Ani, hogy érzed magad? Hát én ugye nem tudtam síelni, de így is kicsit fura, mert teljesen más, mert a jégkorcsolya. Nagyon jól érzem magam. Jó, hogy ezt is kipróbálhattam. Mi a véleményed erről a programról, amiben ez a két iskola belekapcsolódott? Szerintem nagyon hasznos, hogy a gyerekek kipróbálhatják a síelést és a téli sportokat. Ez nagyon király hely, szép is a kilátás, a hegyek. Minden kezdet nehéz szerintem a kezdőknek, de meg lehet tanulni síelni. Mennyit fejlődtél az elmúlt hét alatt? Úgy gondolom, hogy sokat, főleg ilyen forgásokban. Nagyon örülök annak, hogy ilyen jó társasággal egész héten együtt lehettünk, és ennyi tehetséges gyermekkel foglalkozhattunk ilyen szép környezetben. A kielés mellett gyermekeinknek lehetőségük volt kipróbálni a snowboardozást, valamint ami újdonság, az a hókorcsolya, és volt két gyermekünk, aki a sítúrába is belekóstolt. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a tehetséges gyermekeinknek teret biztosítsunk, és olyan lehetőségeket, ahol igazán megismerhetik tudásukat, kipróbálhatják azt, hogy miben is jobbak, mint az átlag. Egy konkrét példát is szeretnék említeni. Volt a táborban három olyan gyermek, aki még soha nem találkozott a téli sportokkal, mégis amikor ráállítottuk a sílécre, egy-két instrukciót követően azonnal tudtak síelni. Talán nem is tudták magukról ezek a gyerekek, hogy motorikai zsenik. A praxisomban sem találkoztam még talán ilyennel, hogy ilyen gyorsan, ilyen könnyedén valaki megtanult volna síelni. Mint egyházi intézmény, meg kiben élő ember, pedagógus, aki a gyerekeknek a lelki fejlődését is minden szempontból szeretném támogatni, azt gondolom, hogy mi, én is, és valamennyien tudjuk, hogy véletlenek nincsenek, mi ezt nap mint nap megéljük, és azt gondolom, hogy ebben a pályázatban ez is egy csodálatos dolog, hogy mi, mint kerületben, testvérváros, Pesszentlőrinc és Szepsi, egy véletlen találkozás folytán ismertük meg egymást. Összeköt bennünket a hitünk, a magyarságunk, a közös cél, a gyermekek szeretete, a pedagógiai elkötelezettségünk, és hát azt gondolom, hogy jó Isten igéje, és ezen azt gondolom, hogy áldás van. És ez egy fontos momentum, talán a legfontosabb, hogy mi itt nem csak tehetséget fejlesztünk, meg együtt vagyunk, meg tapasztalunk, hanem lélekben is együtt tudunk tovább fejlődni, és remélem, hogy olyan barátságok szövődnek a gyerekek között, pedagógusok között, hogy ez hosszú távon is valamennyi lelkiépülésére szolgál, de főleg a gyermekeinknek.